próbáljuk az embereket megóvni a fertőzéstől. És így aztán most egész más az én szerepem is, hogyha látták, most is van egy-két videó, ami így elkészült már így az őszi időszakban, de ezeken én ilyeneket mondok, hogy tartsunk be néhány egyszerű szabályt. Próbáljuk egymásra vigyázni. Az Országos Könyvtári Napokra szervezett rendezvénysorozat első előadását, előadását Györfi Pál az Országos Mentőszolgálat szóvivője tartotta Bátaszéken. A koronavírussal kapcsolatban felmerült kérdésekre adott választ a közönségnek. A szóvivő szerint most a koronavírus járvány második hullámánál bonyolultabb a helyzet, hiszen az ország működésen nem állhat le még egyszer. Nem az a cél, hogy mindenki otthon maradjon, viszont ahhoz, hogy az egészségügyi károkat a lehető legkevesebbre csökkentsük, be kell tartani az óvintézkedéseket. A szabályok betartásával, mint a maszkviselés, kézmosás, távolságtartás megakadályozható, illetve lecsökkenthető a vírus terjedésének mértéke. Tavaszhoz képest most már sokkal erősebb Magyarország. Jobb esélyekkel szállunk szembe a vírussal, hiszen az egészségügy fel tudott készülni, és sok mindent tudunk már erről a kórokozóról. Tudjuk, hogy mennyire könnyen terjed, de azt is tudjuk, hogy mennyire jól lehet védekezni ellene akkor, hogyha az egyszerű szabályokat betartjuk. Szerencsére Bátaszéken és környékén nincs igazán komoly járványhelyzet, így a cél az, hogy meg tudják őrizni ezt az állapotot. Főleg a fiatalok figyelmét szeretné felhívni a biztonsági előírások betartására, mert bár náluk enyhében jelentkezhetnek a tünetek, de az idősekhez eljutva akár életveszélyes is lehet. Györfi Pál azt mondta, ez most a közösségi felelősség időszaka, ezért tartja fontosnak ezeket a találkozókat. A beszélgetésnek is az volt a célja, hogy az álhírekkel szemben öntsünk tiszta vizet a pohárba, lássuk azt, hogy mivel állunk szemben, és nekem személyes célom az is, hogy egy kicsit biztassam az embereket, egyrészt, hogy tartsanak ki, másrészt pedig, hogy nézzünk optimistán előre, hiszen hamarosan lesz védőoltás, ha minden igaz. A hírek szerint már az utolsó stádiumban tart a védőoltás kutatása, Itt többek szerint már idén elkészülhetnek vele. A kevésbé optimisták úgy tartják, hogy 2021 évelejére készülhet el biztonságosan az oltás.